Kedves nézőinket, Kucsma Barbara vagyok, Önök az ABBA új televízió hírműsorát látják. Összesen 95 település mutatta be a helyi közfoglalkoztatásban dolgozók munkáit a múlt hétvégén megrendezett harmadik közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron Miskolc belvárosában. A kiállítók faházai között sétálva az előállított termékek kóstolására és megvásárlására is volt lehetőség. A Borsod-Abaúj Zemplén megyei kormányhivatal Miskolc várossal együttműködve harmadik alkalommal rendezte meg a közfoglalkoztatási kiállítás és vásárt Miskolc belvárosában. A környező települések mellett idén Heves megyéből is érkeztek kiállítók, így összesen 95 település mutatta be a helyi közfoglalkoztatásban dolgozók munkáit, melyek közül a legtöbbet meg is vásárolhatták az érdeklődők. Harmadik alkalommal rendezik meg a megyei közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt, mert a Szikszóváros is meghívást kapott. A program keretén belül bemutatjuk, hogy Szikszóváros önkormányzata a startmunkaprogram keretén belül milyen dolgokat, termékeket állítanak elő. Mezőgazdasági program keretén belül kertészetünkben zöldségeket termesztünk, melyből savanyúságokat készítünk, ezt az önkormányzat konyhájára adjuk át. Újdonságként van batátánk, édes burgonyánk, ezt kísérleti programként kezdtük el az idén. Ez egy édes burgonya, mely hasonlóképpen, mint a csicsóka, egy egészséges életmódra formálja át az embereket. A másik újdonságunk a levendula. Közel 2000 tő levendulát ültettünk, melynek a virágából illatpárnát készítettünk. Ezt itt a kiállításon most megmutatjuk, illetve ebből lehetőségük van a kiállításon résztvevőknek, hogy vásároljanak is belőle. Ezen kívül van egy tésztaüzemünk, amely igazából már szociális szövetkezet keretén belül működtetjük, ahol különböző száraz tésztákat készítünk, melyet szintén az önkormányzat konyhájára adjuk és ők használják föl. A közfoglalkoztatás keretén belül egy varodát is üzemeltetünk, és az ott dolgozó közfoglalkoztatottak készítik a levendula párnát. Ezt valóban levendula virággal, szárral töltöttük meg. Ezen felül pedig munkaruhát is készítünk. Vannak női köppenyek, és vannak a férfiaknak kétrészes öltöny. Elég széles a paletta, tehát monokközség közfoglalkoztatottai nagyon sokféle terméket készítenek. Vannak kézműveseink, akik a fülbevalókon keresztül egészen a levendula párdáig sokféle dolgot készítenek. Vannak házi szőtteseink, aztán tésztát is készítenek, valamint vannak mindenféle zöldségek és gyümölcsök, amik abszolút bio termékek mind. Eddig a házi tészta volt az, ami nagy népszerűségnek örvendett, tehát az is abszolút házi készítésű, és az önkormányzatnál tartott tyúkok tojásából készül, ami szintén abszolút bio. Ami most divatos, ebből a nadrágokból készített táskákat is csinálnak a közmunkásaink, illetve a házi szőttesek között is csinálnak ilyen szövött párnahúzatokat is. A mezőgazdasági árukon termékeken kívül incsiklandú lekvárok, szörpök, különböző kézműves ékszerek, szőttes és fonott áruk, fafaragások is sorakoztak a települések, köztük Szikszó, Gönc, Bükkaranyos és Monok faházainak polcain. Göncön már a kezdetétől, tehát 2011-től részt veszünk a startmunkaprogramban, erről a közfoglalkoztatási programban. Akkor elindultunk 7 brigáddal, ezek közül, és 270 embert foglalkoztatunk közfoglalkoztatás keretében ezeken a munkahelyeken. Tulajdonképpen nagyon jelentős mezőgazdasági termelésünk van, hiszen 10,5 hektáron gazdálkodunk, minden élelmiszert, gyümölcsöt,
megtermelünk, ami a 400 fős konyhánkon felhasználható, vagy esetleg konzerválható, vagy savanyúságot tudunk, vagy bármit csinálni belőle, vagy szörpöket, lekvárokat, ugye baraszból, szederből, ezeket elsősorban a iskolai étkeztetésben használjuk fel. Emellett a mezőgazdaságban van állattenyésztésünk is, 20 darab sertésünk van, 3 éve már, illetve most próbálkozunk 50 darab kecskével, amik a napokban érkeztek meg hozzánk. Kíváncsisággal várom, hogy mi lesz vele, vagy hogy tudjuk majd hasznosítani őket. Foglalkozunk térkőgyártással, mederlapgyártással, illetve gyeprácsgyártással. A városnak a járdáit, a piaszteret, az árkait saját munkaerővel készítjük el, és tesszük szépen ezzel a településünket. Eladásra nem termelünk, csak a saját felhasználásra. Foglalkozunk a mezőgazdaság ütak karbantartásával, foglalkozunk illegális hulladéklerakók felszámolásával, a patakmedernek a karbantartásával és a belső útjaink karbantartásával. A mezőgazdasági útuson egy ilyen 24 kilométeres, durván ennyi a belső úthálózatunk is, tehát ezeket rendben tartjuk. Én úgy gondolom, hogy minden munka mozzanat nagyon fontos, amit az ott élő emberek produkálnak, hiszen aki az utcát tartja tisztán, vagy locsolja a virágokat, épp olyan fontos dolgot művel, mintha éppen térkövet gyártana éppen. Most telepítettünk egyébként császárfákat több hektáron, amik hihetetlenül gyorsan nőnek, illetve homoktövist, ami másfél hektáron, ami jövőre fog termőre fordulni. Megtermeljük az állatoknak, a sertéseknek is, illetve elsősorban a sertéseknek is a téli takarmányt, tehát ezzel sincs gondunk. A barackosunk most fog termőre fordulni jövő évben, tavaly előtti részben telepítettük. Szeretnénk lekvárokat, szeretnénk egy helyi termékboltot is a főúton berendezni, ahol nem csak az önkormányzat, hanem a helyi termelők is értékesíthetnék az ott termelt dolgokat, és nem kéne a barackot magát eladni olcsó pénzen, hanem a terméket, amit készítünk belőle. Múlt hét csütörtök óta jelzik az iskolacsengők, hogy vége a nyárnak, és megkezdődött az idei tanév, amely 2017. június 15-ig tart. Az őszi szünet október 31-től november 4-ig tart, így hétvégékkel együtt összesen 9 napig pihenhetnek majd a diákok. A téli szünet december 22-től 2017. január 2-ig, a tavaszi szünet pedig 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. 2017-ben március 15-e szerdára, május 1-e pedig hétfőre esik. Megkezdődött a 2016-2017-es nevelési év a Szikszói Városi Óvodában. Piskótiné Gyöngyösi Ivetta, az óvoda vezetője arról mesélt híradónknak, hogy milyen programok és foglalkozások várják a gyermekeket az őszi időszakban. A városi óvodában is elkezdődött a 2016-17-es nevelési év. Ebben az évben 161 gyermek kezdte meg itt a mindennapi életét, és az ő egésznapos felügyeletükről, gondozásukról, nevelésükről pedig 28 pedagógus, illetve Dajka néni kisegítő alkalmazott gondoskodik. Mivel megnövekedett az igény az óvodai felvételre, ezért ebben az évben egy új óvodai csoport kialakítására is sor került, mégpedig a süni csoportot helyeztük el az óvoda körépületében. Én nagyon örülök, hogy ezt a fenntartó önkormányzat támogatta, és lehetőséget adott arra, hogy egy új kis csoportot kialakíthassunk, mivel azért a gyermekek érdekében történt ez a lépés, mert nem mindegy, hogy egy óvodai csoportban 25 vagy éppen 30 gyerek nevelkedik a nap folyamán. Esen is gyermekeket is fogadunk az óvodában, most 6 kis gyermek nevelkedik nálunk, hozzájuk szakembereket is biztosítunk, tehát ők megkaphatják a szakértői véleményben előírt fejlesztéseket, így logopédus foglalkozik velük, vagy akinek szükséges, azzal konduktor, vagy éppen gyógypedagógus. Mivel a hátránykompenzációt
háttérbe helyezzük, inkább a tehetséggondozásra fektetjük ebben az évben is a hangsúlyt. Tehetségműhelyeink már harmadik éve működnek az óvodában. Idei évben is lehetőségük lesz a nagycsoportos gyermekeknek, ezeknek a műhelyeknek a munkájába bekapcsolódni. Lesz idén is népi játék, néptánc műhely, vizuális, rajzos műhely, meseműhely, illetve bízom benne, hogy az énekműhely is elkezdheti a működését, tehát találunk olyan nagycsoportos gyerekeket, akik a zenei nevelés területén kiemelkedő képességekkel bírnak. Ebben az évben sem lesznek hiányok különböző programokban. Már most ősszel szüretre fog sor kerülni itt az óvodában, ezt már hagyományainkhoz híven a Borokháza udvarán tartjuk ezt a mulatságot. A gyerekekkel kirándulunk a Borokháza udvarára, ott szöllőt szemezhetnek, szöllőt préselhetnek, tehát bekapcsolódhatnak a népi születi dolgoknak a menetébe, a folyamatába. Állatok világnapja alkalmából pedig a nagycsoportos gyerekeket mindig a vadasparkba visszük kirándulni, hogy ott természetes környezetükben figyelhessék meg az állatok életét, és ott ugye a természetvédelemre, a környezetvédelem fontosságára is fel tudjuk hívni a figyelmüket. Lesznek zenés előadások, illetve báb előadások is, amik majd színesítik a gyermekek mindennapjait. Délutáni foglalkozásokat is biztosítunk a gyerekeknek, lehet jelentkezni hittanfoglalkozásra. Ettől az évtől kezdve már római katolikus és református hittan foglalkozást is tartanak a pedagógusok a gyermekeknek, illetve az úszás oktatást is folytatjuk. Erre minden évben a nagycsoportos korú gyermekek jelentkezhetnek, és heti egy alkalommal hordjuk át őket a városi úszodába vízhez szoktató foglalkozásokra. Ovis angol foglalkozásokon is részt vehetnek a gyerekek, majd egy héten egy alkalommal egy angol tanítónéni fogja számukra tartani. Ez az egy foglalkozás, amit érítés köteles foglalkozás itt az óvodában, és ezért a délután óvodai időn túl kerül ez megvalósításra. Tartalmas év elé nézünk, és bízom benne, hogy minden gyermek megtalálja a kedvére való tevékenységet az óvodai év folyamán, és nagyon-nagyon jól fogja érezni magát itt az óvodában. Gasztrovetélkedőket, pálinka mustrát és számos színvonalas és tartalmas kikapcsolódási lehetőséget kínált a második őszi Bekecsi Vigasság szeptember 3-án. A nyárbúcsúztató rendezvényen Bajtó Laci szólította színpadra a fellépőket, köztük Karádi Istvánt, Nagy Ferunk és az Uniszex zenekart is. Főző és süteményverseny, pálinka mostra és számtalan szórakoztató program várta a tartalmas kikapcsolódásra vágyókat szeptember 3-án Bekecsen. A korábbi évek hagyományaiból újraéledő családi rendezvényen minden korosztály megtalálta a számára alkalmas kikapcsolódást, hiszen a gyermekeket többek között mókás bábelőadás, kisvonat és borka óriás játékai is várták, az idősebb korosztály pedig színvonalas előadások és koncertek között válogathatott. A nyárbúcsúztató és őszköszöntő mulatságon tárcsás és bográcsos ételek illata lengte be a rendezvény helyszínét, hiszen a környék legügyesebb szakácsai mérték össze gasztronómiai tudásukat. A jó ebédhez pedig az Emődi Tehintánc zenekar nótája szólt. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel Bekecs páratlan párlatai is versenybe szálltak, de a pálinka mostra és főzőverseny mellett idén a Bekecs süteménye címért is versenyeztek a nevezők édességei. A tavaly hatalmas sikert arató Karádi István kora délután lépett színpadra, 15 órától pedig Nagy Ferünk koncertezett, az Uniszex zenekar rajongói pedig 18 órától élvezhették kedvenc slágereiket. A nap folyamán helyi fellépők is bemutatkoztak, a rendezvény részeként pedig a Nagyhegyi Tanösvény ünnepélyes átadására is sor került. Bekecs polgármestere dr. Bodnár István egy korábbi interjúnkban reményét fejezte ki a rendezvény rendszeresítésével kapcsolatban, így remélhetőleg jövőre is vidáman üdvözölhetik majd az őszt a Zempléni hegység és az Alföld találkozásánál fekvő településen. Tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűtvonóból bot szív, pohár, tele búval, borral, húgra, cigány, ne gondolja gondolat. Elárvult nép ajkán,
felcsendül az ének. Légy Mária anyja Árpád nemzetének. Mindegyik embernek a lelkének dal van, s a saját lelkét hallja minden dalban. S akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Tehát a most hívott a Feró, nem vettem fel azért, de már itt vannak valahol, úgyhogy nem sokára jön nagy Feró ide a színpadra, legalább ilyen nagy így egyébként ekkora. Komolyan, le lehet mérni amúgy tényleg. Persze, hiszen én vagyok Lucifer, a poklok királya. Micsoda? Cucrifer a pulykák csizmája? Ne beszélj már butaságokat, mondom Lucifer, a poklok királya. Hagyományteremtő célra rendezi meg Boldogkővárai önkormányzata az első csülkös pálinkás napot Boldogkővárában szeptember 17-én. A részletekről Zavodni Ferencet, a község polgármesterét kérdeztük. Önkormányzatunk szervezésében első ízben kerül megrendezésre a Vadas Csülkös Pálinkás Fesztivál. Ez szeptember 17-én szombaton reggel 9-10 órától kezdődik. Baráti társaságok, önkormányzatok, vadásztársaságok főzőversenyével indul a program, majd ezt követően elég jelentős, komoly műsorok lesznek a színpadon. Egész nap vendégünk lesz a Agyagbanda zenekar, aki a napi hangulatról fog gondoskodni. Egész nap a már megszokott garantált hétvégi programok a Boldogkői várban megrendezésre kerülnek, a jelmezes tálatvezetés, a kóbollovagok műsora, fegyverbemutató rendezvényeinket mindenféleképp szeretnénk bővíteni. Ugye az önkormányzatunk kezeli a Boldogkői várat, és hát nem titkolt célunk az, hogy ide minél több látogató érkezzen. Ahhoz viszont, hogy látogatók jöjjenek, valamit nyújtani kell, és mi programokat szeretnénk a garantált hétvégi programon kívül, egyéb rendezvényeket is, tehát most ez éven ezzel a rendezvényel zárnánk az évet. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, Kucsma Barbarát látták az Abaúj Televízió 2016. évi 36. heti híreivel. Észrevételeiket, ötleteiket várjuk az info@abaujtv.hu e-mail címünkre, videóinkat megtekinthetik a www.abaujtv.hu weboldalunkon. Egy hét múlva friss hírekkel találkozunk, a viszontlátásra!